Kiskorú veszélyeztetése, gyermekbántalmazás, ilyen kifejezések jönnek, hogyha az ember felmegy a Google-re és megkeresi a Korcsolyázók Szövetségét, megkeresi Sebestyén Júlia nevét, vagy megkeresi azt, hogy mi zajlik az elmúlt években a magyar korcsolyasportban. Mert ez nem egy friss történet, mert Ágasi Attilával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt vagy, Attila, a Telex újságírója, Attila. De te gombolítottad föl a legalaposabban talán ezt a történetet, és a legkörültekintőbben te jártál el, amikor megpróbáltad megérteni, hogy igazából mi történik Sebestyén Júlia, Európa-bajnok korcsolyázó nő iskolájában. Azt nem tudom, hogy a legalaposabban, azt remélem majd a rendőrség lesz. Én azért vettem egy előrelépés, igen. Én azért vettem elő elsősorban, mert ekkor jutottak el hozzám azok a vallomások, amik elsősorban a Fegyelmi Bizottság felé íródtak. Ezek írásos és szóbeli vallomások is voltak, illetve próbáltam megszerezni egy jelentést, mert nem értettem az egész dolgot, hogyha elkészít a szövetség az edzőnőről egy jelentést, azt miért az edzőnőnek mutatja meg, és a szülőknek, akik panaszt tesznek, nem. És nem tudom, ez milyen, vagy ebben az országban minden kiderül. De ez a jelentés még egyszerűen nem került elő, és ahogy próbáltam utána nyomozni, úgy egyre nagyobb homály fette, hogy vajon miért nem nyilvános ez? Miért nem tudjuk, hogy mi történt, amikor elmondták páran. Ugye a gyerekek elmondása alapján a szülők fordultak a szövetséghez. Nyilván először Sebestyén Júliához, legalábbis illogikus, mert hogy az az állítás, hogy ő brutális módszerekkel neveli, tanítja csak a gyerekeket. Két példát hadd idézzek a brutális módszerekből, hogy a nézőink is értsék, hogy miről van szó. Vér alá futásos lett a háta egy marástól, és Júli megfenyegethette, hogy nem mondhatja el senkinek, így az egyik szülő, a másik pedig túlkapások már ekkor is voltak, arcon csapta, mert nem azt ugrotta, amit kért, rángatta a haját, de akkor évekkel ezelőtt azt mondta a szülő, hogy nem szólt, mert az a pletyka terjedt, hogyha valaki ezt jelzi, akkor leveszi arról a kezét a Sebestyén Júlia, és akkor annyi a karrierjének. Igen, és ezek a vallomások így nagy koncentrációban, vagy amikor mind a 7-8-at elolvastam egymás után, hát nem keltett olyan túl jó benyomást bennem. Az egy másik kérdés persze, hogy az élsport mindig egy zárt világ volt, mindig teljesen más értéke volt ott, ha elcsattant egy pofon, hiszen úgy szocializálódott ennek az országnak java része, hogy az edzőnek, a tanárnak igaza van. És a szülő nagyon későn vették észre, vagy a szülők többsége későn vette észre, hogy itt a gyerekét kell pártolni, hogy a gyereknek van igaza. Én a Fehér Tenyér című filmet szoktam mindig hozni, ahol hazamegy a fiú, és mondja, hogy kaptam egy pofont az edzőtől, és otthon kap még egyet. De itthon ma már azért szerencsére nem ez van, hanem a szülőknek is egy kicsit kezd kinyílni a szemük, hogy nem fér bele minden az élsportba. Hát az, hogy megüsse a gyereket, az biztosan nem. Igen. És tehát így nagy koncentrációban volt nagyon szörnyű olvasni ezeket a vallomásokat. Ugye Sebestyén Júlia folyamatosan tagadásban, itt is elmondom, hogy kerestem, próbáltam felvenni vele a kapcsolatot, azt a választ kaptam, hogy forduljunk a Ferencváros sajtóosztályához, hiszen azóta, hogy kitört ez az ügy, közben ő klubot váltott és a Ferencváros edzője lett. Igen, én is kerestem. Ugyaneddig jutottál? Többnyire igen. Ugye a szövetség most a rendőrségi nyomozásra mutogat, hogy meg kell várni, hogy annak mi lesz a végeredménye, plusz ez is nagyon fura volt a cikketben, hogy szinte hibáztatja a szülőket, hogy gyermekvédelmi rendszer felé nem adtak lejelzéseket. Igen, igen. Tehát ez az áldozat hibáztatásnak egy egész speciális esete, ahogy látom én. Nyilván a szülők azt szerették volna, és most az ő ügyvédjük vagyok, hogyha lehetek, hogy nem legyen ebből rendőrségi ügy, ők nem szeretnének vallomásokat tenni, nem szeretnék, hogyha idézésekre... Hát az a gyereknek is szörnyű. Hát, persze, hiszen az a vége a dolognak, hogy a gyereknek is be kell menni. Ráadásul ezek a vallomások, vagy a vallomások mögött olyan gyerekek vannak, akik élsportolók szeretnének lenni, sőt azok is lettek. Én nem akarom megnevezni most őket, de itt ők nem vonultak vissza, hanem ugyanúgy benne vannak továbbra is a forgatagban. Az egyikükről el tudom azt mondani, hogy legutóbb a világbajnokságon, a junior világbajnokságon 12. lett a legjobb
magyar, és nem a honosítottak lettek a legjobb magyarok. Azt akartam mondani, hogy könnyű azonosítani, hogy kire gondolsz, mert jól sejtem, egy magyar volt, és az összes többi orosz. De az nem is baj, hogyha azonosítjuk, mert tehát ők húsvér szereplői ennek a történetnek, akik a felnőtté válásukban hát egy kicsit hátráltatva voltak, és most nagyon finoman mondtam, hogyha ezek igazak. Erre gondolok én, hogy azért a rendőrségnek kell ezt megállapítani. Ebben az a döbbenetes, hogy az edző az ugyanúgy pedagógus, mint az iskolában a tanár ebben az értelemben. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a sportban mások a módszerek, hogyha a tanártól megköveteljük, mi szülők, hogy ne emeljen kezet a gyerekre, hogy lelki abúzus se érje, hogy ne alázza naponta mások előtt, akkor ugyanezt kell megkövetelnünk a sportban az edzőktől is, mert ez ugyanaz a státusz, igen, igazad van, lehet, hogy még szorosabb. De ugye nyilván ti is olvastátok ezt a bizonyos Balai Attila publicisztikát arról, hogy hát gyakorlatilag minden magyar edző gyerekbántalmazó, csak van, aki tudja, hogy hol a határ van, ahol nem. Ez ugye ez volt a sarkítva az állítás. Ma már azért van változás. A sportot tekint egy gyermekbántalmazásnak, akkor igen, de ezt is lehet így nézni, persze, de az edzőkre ez nem igaz. Sőt, én azt láttam, amíg az én gyerekem sportolt, hogy lényegesen hitelesebb az edző előtte, mint én. Én hiába voltam többször a Dortmund Foci Akadémiáján, én akkor sem érthettem annyira a focihoz, mint az, aki megmutatja neki, hogy kell átvenni a labdát. És ez a nagyon nagy felelősség ebben, és ott a másik része, hogy a szövetségnek is ez a felelőssége benne, hogy pontosan tudnia kell, hogy ezt az ügyet, ha nem vizsgálja ki rendesen, akkor rossz példát mutat. És a szülők azért rágtak be csúnya szóval, hogy nem érezték azt, hogy minden áron szeretnék, hogy kiderüljön. Ment a sumákolás. Hát igen. Hát a mismásolás. Egy zárt közegben sajnos ez elő szokott fordulni. És az olyan sport az? Hát most felhívtuk a figyelmet arra, hogy ezen az úton menni kell tovább. Egyrészt minden sportágban, minden egyesületben, minden egyes edzésen, másrészt pedig erre a konkrét ügyre válaszokat várunk. Ágosi Attila, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.